Varga Irén, a nagy réparablás. Mező végén a pusztában, Nyuszi anyu élt egy házban. Szíve, lelke, csupa tréfa, ilyen volt ő, Bolyhos Éva. Mindig sokat viccelődött, mindenkivel élcelődött, mások után leskelődött, lódított és heccelődött. Egyszer aztán egy szép napon Éva árult a piacon, közben tanakodott azon, mi lesz ebből, mennyi haszon? Onnan este hazaérve, nyitva volt az ajtó résre, bekukucskált, kicsit félve, s látta, hogy őt nagyba érte. Rendőrt hívott azon nyomban, s elmondta a telefonban, betörő járt hajlékomban, jöjjenek ide rohamban. Tomi hadnagy volt bent éppen, ő már nem hitt a mesékben. Viccelődik, kedves néna, tréfa répa volt a bédre. Felhergelte ezzel Évát, félretéve minden tréfát, érts meg, Tomi, a problémát, míg én hordtam a portékát, erre jártak zsivány hordák, házacskámat kifosztották, répáimat mind elhordták, a vetést is letaposták. Jön is Tomi szirénázva, ereszkedik négy kézlábra, nyomot keres, csúszva, mászva, hogy a tettest megtalálja. Az a helyzet, Éva néni, nincsen itt miről beszélni. Nem találtam túl sok nyomot, mit a tettes hátra hagyott. Éhes sáska horda tette, a répákat mind megette, káposztákat lelegelte, a nyomokat eltüntette. Kezdődhet a takarítás, adok is majd erről írást. Felesleges most a sírás, tetszett kötni biztosítást? Kötöttem én, de mi haszna, nem vihetem a piacra. Itt maradok szomjan, éhen, vizen és száraz kenyéren. Szörnyű ez és hihetetlen, feldolgozni lehetetlen, a rendőrség tehetetlen, a bánatom feneketlen. Nem kell néne ez a dráma, minden jó lesz, majd meglátja. Szomszédai mind szeretik, megitatják, megetetik. Figyeljen csak és meglátja, milyen sok a jó barátja. Nézett Éva fejcsóválva, kétkedőn a csodát várva. Jött is hamar a sok szomszéd, fazekakat hoztak skondért, répával megrakott kordét, megpúpozva arra sok fért. Segítettek mind a nyuszik, bátrak és az alamuszik, rendeztek egy jó nagy bulit, nem csináltak ramazurit. Megnyugodott végre-végre, nem üldözte éjség réme, hálálkodott Éva néne, nyuszi puszit kaptak érte.